A nagyszombati kerületi önkormányzat és a Csallóközi Népművelési Központ 10-szer hirdette meg az Európa kútja, mentsd meg az élővizet környezetvédelmi programot. A Csallóköz természeti értékeinek és vízkincsének megóvását, valamint a környezetszépítést célzó egész éves mozgalomba több ezer diák és felnőtt önkéntes kapcsolódik be. A programról az 1994 óta ünnepelt Vízvilágnapja alkalmából Fodor Péter szaklektor természetfotós tartott előadást a pedagógusoknak szervezett metodikai napon a Népművelési Központban. A Családi Könyvklub a Városi Művelődési Központ kis termébe invitálta vendégeit, hogy megismerjék a Kukkónia című könyvet és filmet. Az esemény a Csallóköz hagyományait és természeti szépségeit bemutató kisfilm levetítésével kezdődött. A Kukkónia című könyv szerzőjével Elholvát Katalinnal Győri Attila beszélgetett. A kiadvány különleges szempontból mutatja be a hajdani aranykertet, az aranyhajú tündérek egykori szigetét, azaz Kukkóniát, vagyis a csodálatos Csallóközt. Az albumot kiváló fotográfiák teszik még élvezetesebbé. A közelmúltban jótékonysági kupakgyűjtés kezdődött az izomsorvadásban szenvedő dunaszerdehelyi fiú Nagy Tibi anyagi támogatása céljából. A bevételből egy személyautó átalakításának költségeit szeretné fedezni a család. A fiú sorsa iránt más jótékonysági szervezetek is érdeklődnek, hogy rendhagyó módon segítsék őt a bajban. A Magyarországi Örök Élet Alapítvány legutóbb Tibi kedvenc énekese Zambó Jimmy emlékkoncert DVD-jét, továbbá Zambó Árpi videóüzenetét és egy hónapra elegendő csonterősítő vitamin koncentrátumot hozott ajándékba a fiúnak.